gyönyörű belvárosban sétálva, egy kicsit kell csak kintebb menni, nagyjából egy 5 perc séta, és egy fantasztikus, hatalmas park van, egy gyönyörű angol park. Egy nagyon szép évelőágyás vezet be az angol parkba. Itt például egy szellőrózsasor, eupatórium, ugye sétkender, aszterek, csillag, őszi rózsák sorakoztak itt végig, úgyhogy nagyon-nagyon tetszett ez a park. És kellően nagy is volt, tele díszfüvekkel, úgyhogy tényleg az én szememnek nagyon tetsző kis angolos border ágyás fogadott. Ugye itt ez az eupatórium kicsit közelebbről, ez a fehér virágú, bordó levelű. Ilyenkor, amikor virágzik, egy kicsit kizöldül egyébként nálam is, de ugye ez nagyon jó, mert ősszel virágzik ilyenkor, késő ősszel. A folyópart kávézói mentén sétálgatva egy csodára találtam. Ez a világ, elvileg a világ legidősebb és legnagyobb szőlője. És ugye ez az egész egyetlen egy tő ide fölfuttatva. Kicsit közelebb megyek, és látjátok, hogy mekkora óriási nagy töve van. Úgyhogy ez a legendája, hogy ez a legöregebb a világon, és a legnagyobbra fölfuttatott, legöregebb szőlőtőke. Hát persze ezt lehet többre is mondják, de mindenképpen látszik, hogy több száz éves lehet.